Szép napot kívánok minnyájatoknak! A mai napon a salátát fogom elkészíteni, fejes salátát, és annak az öntetét mutatom meg nektek. Többen kértétek, hogy mutassam, hogy én ezt hogy készítem. Hát fogjunk is hozzá. Hogy mire is lesz szükségem? Sóra, ecetre, cukorra, vízre, és én szoktam beletenni még 2-3 gerészt, kisebb gerészt, fokhagymát is. Először is ebbe a tálba bele fogok önteni 1/2 liter vizet. Ez az én receptem, én így szeretem, illetve a családom is. Mi édesen szoktuk ezt készíteni, tehát sokkal több cukrot fogok beletenni, mint sót. Hát most elmondom nektek, azért ez egy kicsikét most furcsa helyzet, sajnos 4. hete covidos vagyok, vagy voltam, és sajnos azóta nem érzem az ízeket, tehát csak gondolomformán fogom beletenni. Nem tudom megmondani, hogy minek mi az íze, de azért megpróbálkozom vele, és nektek megmutatom. Ti azért feltétlenül kóstoljátok meg. Most össze is elegyítem ezeket az anyagokat, amiket mondtam. Itt vagyok, ismételten összekevertem az alapanyagokat, a cukrot, a sót, az ecetet, illetve a vizet. Hát most én ebbe az adagba az mostani száj ízem szerint tettem 3 evőkanál cukrot, 1 evőkanál sót, illetve 1,5 evőkanál ecetet, 10%-os ecetet. Ebbe fogom bele helyezni majd a salátát. Azt is el szeretném nektek mondani, azért van egy ekkora edénybe ez a saláta, mert nagyon szépen leszedtem leveleire, az alsó leveleket, amit rosszak voltak, azokat eltávolítottam, és gyönyörűen szépen ebben mostam ki. Nem szeretném, hogyha összetörnének, mert egy kisebb edényben természetesen összetörnek a levelek, és akkor az egy kicsit olyan csúnyácska. Természetesen fogyasztás előtt annyit fogok beletenni ebbe a alaplébe, amennyit meg fogunk egy alkalommal enni, a többit pedig bele fogom helyezni a hűtőbe, és akkor még másnap is friss maradhat. Hát én ezt így készítem. Van még egy receptje egyébként, az a fonnyasztott saláta is. Azt majd egy következő alkalommal bemutatom nektek. Oda kerül bele fokhagyma, szár is. Szóval ez egy kicsikét másabb eljárás. Én az annyira nem szeretem, illetve az én családom se, de azért nektek majd el fogom mutatni. Hát, hogyha tetszett nektek, hogy ezt a nagyon egyszerű dolgot hogyan készítettem el, ezt az alaplevet, akkor készítsétek el ti is bátran, kóstoljátok természetesen a cukrot, fokhagymát nem muszáj beletenni, ki ahogyan igénye szerint, de mi így szeretjük. Ez az én receptem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!